Mondja, kérem, a sárga díjé joga van hűtve? Hogy ne kérem, polgármester úr? Hát akkor hozzon, kérem! Mit? Hát sárga dinnyét! Abból nem húzhatok, kérem! Miért? Miért? Azért, mert csak egy adag van belőle! De nekem nem is kell több! Igen, polgármester úr, de az az őrnagy úrnak van elkészítve! Na mondja meg az őrnagy úrnak! Ne mondjon semmit az őrnagy úrnak, elnehet! Igenis? Hallottál már egy ilyet? Az őrnagy ehet dinnyét, de én, a polgármester nem! Jaj, papa, ne csinálj már mindenből tekintélykérdést, nem olyan fontos az a dinnye. Itt nem a dinnyéről van szó. Itt arról van szó, hogy amióta a katonaság betette a lábát, szalacson minden a fél tetejére áll. Amióta az őrnagy úr itt van a faluban, nagy a felfordulás. Szalacson minden fejlődik, a polgármesteri tekintély. Béla már megint kezdte! Végül is te hozattad ide a katonaságot, nekik építetted a kaszárnyát. De ki számított erre? Hát most felfalják az összes bevételünket. De papa, ez fontos. Na ne taníts te engem! Különben is, utolsó eset volt, hogy étteremben vacsoráztunk. Szóval, ha a lánynak kimenője van, én főzzek, mi? Erzsinek nem kellett kimenő vasárnapra. Hát már arról is a mama tehet, hogy Erzsi megbetegedett? Jó van, na! Ne taníts te engem! Csak meg ne egyetek, különben is! Egy-kettőt fizessünk és menjünk. Nem mehetünk, mert Tamási hadnagy ide jön, és nála vannak a jegyek. Persze, ha a hadnagy azt parancsolja, hogy maradjon, akkor én hiába akarok menni. Béla, most már elég legyen. Nem lesz elég, és ha ide fog jönni a hadnagy, én meg fogom neki mondani, hogy közé csókrom a hölgyeknek. Elmehettek bele színházba. Tamási! Hát eljött? Elhozta a jegyeket? Igen, eljöttem, de induljunk is, mert kezdődik az előadás. Na hát akkor papa egy-kettő fizes. Majd később fizetek. Most egy kicsit átmegyek az urakhoz, míg ti színházba vagytok. Na de jó mulatás nektek! Viszontlátásra! Majd én megtanítom az urakat kártyázni! Az ember alig fordul egyet-kettőt, és a zene már is abba hagyja. Az zenészeknek is pihenni kell egy kicsit. Pihenjenek otthon! Az embernek egyszer van egy héten kimenője, legalább akkor táncolja ki magát. Táncolhatunk még ma eleget. Igen, de nekem hétre otthon kell legyek, mert különben a polgármester úr leharapja a fejemet. Hát aztán úgy is elmegy jövő héten. És mondani is akartam te, Marci, hogy nem nagyon tetszik nekem, hogy te ilyen sűrűen váltogatod a helyedet. Na mit csináljak, ha az Erzsi visszajön? Jó, de hogy halik, hogy az ember megszokna egy konyhát, rögtön egy új konyhát kell kezdeni. Nem akartam mondani, de a polgármester úr konyhát már alig bírja a gyomrom. Te, Marci, akartam is kérdezni. Nincs valami jóra való barátnő? Minek kell neked? Nem nekem kell, hanem a Janinak. Ki az a Jani? Nagyon rendes, úriember. Pénze is van egy kicsit, mert hát régóta eszi a fejem egy nő miatt, és én megígértem neki, hogy minden áron szerzek neki egy nőt. Hát nem tud magának szerezni egy lány. Hazám, félő a nőktől. Akkor minek kell neki? Nem tudom. Na, már itt is van. Ez a nagy... Hát akkor nem csodálom, nem tud szerezni magának egy lány. Nézd, hát nagyon tisztességes úriember. Vicci! Jó estét! Mivel szolgálhatok? Mi van? Kérem, van borsör, pálinka, jeges kávé, mit hozhatok? Mit tudom én? Olyan gyorsan beszélni, szavuk sem értek. Van sör! Akkor hozzon! Hozzon? Mit? Sör! Nem kérem, hát hozzon inkább egy jeges kávét. Jeges. Pincé! Tessék! Ne legyen túl meleg! Pincé! Tessék! De ne legyen túl ideg se. Pincér! Tessék! Csíjessen vele! Te Marci, én átjúom ide. Hát mit csináljak én vele? Mi az, hogy mit csináljak? Ne csinálj vele semmit. Hé, hey, Jani, mit jusszott egyedül? Gyere át ide hozzám. Gondolod? Persze. Nem haragszom? Dehogy haragszom. Hát akkor át, mert szégyellel, gyerekek. Na jó. Vagy meg. Tudjátok.
Nem, Marci? Ő az én kedves barátom. Ő rendes. Köszönöm, Károly. Nagyon szép lány. Ne haragudjon, Krisztó, nekem el kell mennem. Maradj még egy kicsit. Nem maradhatok. Mondtam, hogy hétre otthon kell legyek. Mit fogyasztottál? Majd én kifizetem. Nem fogyasztottam semmit. Akkor én fizetek. Ez volt az? Nem. Ez az én ismerősöm, a Marci. Akit neked ígértem, az majd ide fog jönni. Hol? Az asztalhoz. Mikor? Később. Ülj le. Akkor megvárom. Hozzass egy sört. Á, na hozott a meges kávét. Nem passzol a sörre. Nem, nekem. Hát te nem tudsz hozatni? Hozatni azt tudok, csak fizetni nem. Majd olyan bolond lesz. De, olyan gyönyörű nőt fogok neked lehozni. Gyönyörű? De még milyen gyönyörű? Pincér! Hozz egy pohár sört neki. Igen is. De, azt hiszem, ha nekem is olyan szép bajuszom volna, mint neked, sokkal könnyebb volna barátok találnom. Ez a bajusz csak álca. Azért neveztettem, hogy fel ne ismerjenek. Aha, az a lány, aki az a múltkor bemásztál. Azért neveztettél te bajuszt. Igen. Mondd, amikor bemásztál hozzá, adta le neki csavakot. Hát nem épp, mert házasságot ígértem neki. Te, én olyan izgatott vagyok, hol marad már? Nyugodj meg, nem sokára itt lesz. Ide fog jönni. Hogy és most fogom megismerni? Ide fog jönni az asztalhoz. Akkor megvárom. Itt a sör és a jeges kávé. Egészség. Köszönöm. Sőt, az is lehet, hogy már itt is van. Gondolod? Lehet, gyere nézzük meg. De, és mondd, hogy kell megkezdeni egy ilyen lányjal a beszélgetést? Gyere, ide figyelj. Ide jössz mellé. Belenézel a két szép szemébe, így mi. És mondod neki, alig vártam már, hogy magácskát megismerjem. Aztán közelebb húzod hozzá a széket, és megfogod a kezét. A kezét? Igen, a kezét. Csak a kezét? Először csak a kezét, aztán a másik kezét is. És aztán? És aztán megsimogatod. Csak a kezét? Igen. Aztán megcsókolod. Csak a kezét? Hát ha ilyen lassan megy ez, mikor érünk a házassághoz? Na, hallgass, ne idegesíts. Gyere, menjünk, nézzünk szét. Mondjuk, hogy te vagy. Mi? Pincér! Mondja meg kérem az uramnak, hogy jöjjön ide. Igenis. Keresik a táncba? Maga meg itt van? El van foglalva az asztal? Üljön csak le nyugodtan. Eszik valamit? Nem eszek. Egyen nyugodtan, majd én kifizetem. Pincér! Hozzon egy pár vörösetet is asszonynak. Igenis. Sört iszik-e? Mondom, hogy nem eszek, nem iszok semmit. Ugyan már kérem, ne affektáljon. Kérem, ne erőszakoskodjon. Maga hogy képzeli? Nem szokás erről beszélni. Előbb a kezét! Még hogy maga egy úriembert! Béla! Béla! Én nem Béla vagyok, engem Janinak hívnak. Azonnal gyere ide! Béla! Béla! De hát mi van itt, kérem? Ez a katona itt szemtelenkedett. Mit akar maga ettől a nőttől? Mi köze hozzá? Hogy mi köze hozzá? Hát a feleségem! Ne azok állítál nekem! Hát én mégiscsak tudom már, hogy ki a feleségem. Hallatlan! Őrnagy úr, a maga katonái mind inzultálják az úri asszonyokat. Hát mi van itt, kérem? Polgármester úr, nyugodjon meg, azonnal intézkedem. Maga vezesse el ezt a katonát. Megértette, és holnap reggel raport. Igenis, őrnagy úr. Én majd intézkedem, megkapja a méltó büntetését. Mit csináltál? Találkoztam a kisasszonyja? Az én feleségem? Károly veszett nekem ezt a nőt?
Micsoda? Azért jöttél utánam a kocsmába, hogy katonákkal randevúzzál? De hát Béla, ebből egy szó sem igaz! Jaj, de hogy nem, a Károly lesz a nekem itt. Micsoda? Maga összehozta a feleségemet a barátjával? Én? Hát nem is ismerem ezt a nőt. Ne tagad, sört és vizet nem érte. De marha, ez nem az a nő. Te meg csak gyere majd haza. Adok én neked otthon katonákkal randevúzni? De hát ez borzasztó, hát hogy képzeled? Egy szót csak, adok én otthon neked majd katonákkal. Tessék, itt a vérslé. Köszönöm. Nincs semmiféle vérsli, te fogoly vagy, és ne vagy tartóztatva. Hát a vérsli, ha csak maga eltem. Mondom, ne vagy tartóztatva. Ugyan már, vicérz úr, legyen egy kis szíve, hadd egye meg ezt a pár vérslit. Mondom, hogy ne van tartóztatva. Akár le van, akár nem. Tessék, itt a vérsli, tegye a zsebibe. Na, nagyon szépen köszönöm. Mehetünk. Várjon már! Hát fizessen! Mit? Hát a vérslit meg a jeges kávé. Ugyan kérem, hagyjon már békén. Nem látja, hogy vagyok tartóztatva? Hanem arra a katonára. Miféle katonára? Mert az a gyerek apja, és még azt sem tudom, hogy hívják. Hát, az már baj. Mert mindennek az apa a boka. Az a boka az oka mindennek. A polginak fel fog tűnőnek kétszer jöjjelenteni. Hát akkor maradjon itt. Az lehetetlen, hatrak a szárnyában kell lennem. Tudja mit? Akkor felejtsét a cigaretta tartszágát, és majd később is feljön. Magának több beszélünk Árikám, mint az egész ezrednek. Rögtön hozzák a kávét, hadnagy úr. Milyen süteményt akar? A hadnagy úrnak be kell menni a kaszárnyába. Ó, nem szalad el az a kaszárnya. Nagyon szépen köszönöm, de be kell rohannom. És a kávé? Azt megisszuk volna, tudja jól nagyságos asszony. Már régóta hideget engem azzal a kávéval. Na de majd meglátjuk volna. Na, a viszontlátásra. Itt felejtette a cigaretta tárcáját. Ó, Istenem, hogy milyen szórakozott vagyok. Nagyságos asszony, megjött az Erzsi! Jól van, na. Azért nem kell úgy kiabálni. Én nem is kiabáltam, én csak úgy mondtam. Fia, maga nem mondta, maga kiabálta. Ilyen szórakozottságot én még nem láttam. Hát most meg a kesztyűjét felejtette itt. Beküldjem az Erzsit? Igen, küldje be. Igen is. Klári, eredj a másik szobába. Miért? Eredj a másik szobába, és ne kérdezz olyan sokat. Én is akarom látni az Erzsit. Egy, kettő, eredj a másik szobába. Jaj, milyen vagy. Csókolom a kezét, nagyságot, asszony! Jó napot, Erzsi! Tegyél a zsebkendőjét, ne sírjon! Igenis! Hallom, fiú! De még milyen fiú? 4 kilós! Gratulálom! Azért a jövőben ajánlanám, hogy csukott ablaknál aludjon ám! Igenis, nagyságos asszony! Úgy kellene, hogy a gyerek apja elvegye feleségül. Ugyan, tetszik tudni, milyenek ezek a férfiak, nem is láttam azóta. Pedig megesküdött a nővére egészségére, hogy elvesz feleségül. Aztán megjelentett neki nővére. Na jó, menjen most már ki a konyhába. Drága nagyságos asszonya, még csak egy kérésem lenne. A polgármesterről meg ne tudja a dolgot. Ne féljen, nem szólok neki. De a Klári kisasszonynak se tessék szólni. Isten őriz! Hát hiszen még neki fogalma sincs az ilyen dolgokról.
Szervusz, Erzsi! Kezét csókolom, Klári kisasszony! Tudja, hogy a gyereket be kell jelenteni a községházán? Még szeretném, neki fogalma sincs az ilyesmi dolgok. Na most ki? Ugyan már, miért kell egy ilyen kicsi gyerekből ilyen nagy dolgot csinálni? Aztán majd kérem, tegyék rendbe a szobát, mert mióta elment, úgy néz itt ki minden, mint a Szalacsi központ a falu napok után. Igen, ez bocsánat, jó napot! Jó napot! Levelet hoztam. Igen? Igen, itt van a zsebembe. Adja ide! Maga itt a polgármester? Nem. Hát én a polgármester úrnak hoztam a levelet. Hát akkor menjen a polgármester úrhoz, hogy várjon, míg felébred. Alszik. Alszik? Igen. Maga a feleséged? Nem, a szakásnője vagyok. Őrvendett Jani vagyok. Köszönöm, nem vagyok kíváncsi sem magára, sem a nevére. Különben is katonákkal nem ismerkedem. De azért nem vagyok katona. Maga nem katona? Nem. Kérdezzem az őrnagyúrtól. Mindig azt mondja, Novotny, maga nem katona. Az mindegy. Aki ilyen ruhát visel, én azzal szóba nem állok. Levetem, hogyha akarja. Le, ne vegye, mert magához vágom ezt a vázát. Mit képzel maga? Ismerem én magukat. Jönnek, elvaludítják a lányokat, aztán pedig eltűnnek? Kérem, de azért jöttem. Engem az őrnagyúr küldött. Hozzám senkit ne küldjön az őrnagyúr. A polgármester úrhoz küldött. Hát akkor menjen a polgármester úrhoz, az én fejemet nem fogja elbolondítani. Kérem, én nem azért jöttem. Nem azért, nem azért. Ismerem a magukat. Beugranak az ablakon, aztán... Na, egy-kettő hordja el magát. Na, levél. Majd később, ha a polgármester úr felébred. Ismerem magukat. Ha meglátnak egy nyitott ablakot, rögtön beugranak rajta. Én? Soha életemben. Na, hordja el magát, egy-kettő, kifelé. Csak tudnál, mit akadta az ablaktól. Hogy milyen tolakodóan tudnak ezek a katonák viselkedni, halljatlan. A nagyság azt mondta, menjél ki a konyhába, valamit akar, hogy én rendbeszedem a szobát. Rendben. Igen, mondta a nagyságos azt, hogy mióta én elmentem azóta, úgy néz ki, mindenki egy kubleráj. Nem tehetek én arról, hogy a hadnagy úr minden délután berobbantja ezt a szobát? Persze, a hadnagy úr. Különben is, mi közön nekem hozzá? Hé, hey, Marci! Mit csinálsz te ott? Azt gondoltam, jövök megnézlek. Nem szeretett, hogy kint állok az ablak alatt? Ezzel segíthetünk! Károly, elvette az Isten az eszedet! Hát az egész ház itt van! A polgármester úr is? Persze, hát itt alszik a másik szobába! Nem baj, adj egy csókot és én már itt sem vagyok! Na, Isten áldjon! Hát már elmész, Károly! Azt mondtad, mindenki itt van, még a polgármester úr is. Ó, hát ő falszik. Hát akkor még. Maradok. Cinza eszem azt a csöp, kis szál, nélkülön mi a nyolc szállítól. Nem megyek egyetül oda, nem vagyok nyelvön, nem én soha. Ja! Cinza eszem azt a csöp, kis szál, polgármester úr, azért jöttem, miért jött és kiküldte? Kiküldte, hova küldte és mit akar? Hát nem tudja megmondani? Az izé küldött. Katona azért jött, mert a hadnagy úr itt felejtette a kesztyűjét. Látja? Tudom én, hogy miért jöttem. Meg tudom én mondani. Kesztyűjét jöttem. Na tessék, itt a kesztyű, és mondja meg a hadnagy úrnak. Igen, és megmondom. Mit mond meg, mit mond meg? Még azt sem tudja, mit kell megmondani. Az nem baj, én megmondom. Na tessék, itt a kesztyű, és menjen. Hova megy ma? Hát ki? Hát ne arra menjen. Arra menjen, amerről jött? Jó. Hogyha maga, hülye? Hát arra van, aki járok. Esze, Marcs, ne keresse a hadnagy úr.
Maga mit csinál itt? Hát a nagyság azt mondta, takarítsa. Takarítsa majd reggel. Most pedig menjen ki, és ha a Szabolcs úr keres, akkor küldje be. A Szabolcs úr már egy fél órája vár, hogy felébredjen. Hát akkor mondja meg neki, hogy felébredtem. Igenis. Van szerencsé, polgármester úr. Jó napot, Szabolcs úr! Üljön be, kérem. Köszönöm szépen. Tudja, ez egy nagyon kényes ügy, és nem szerettem volna ezt a hivatalba elintézni. Azonban mégiscsak be kell jelentenünk. A belső hatóságoknak tulajdonképpen tudomására kell adnunk. Végül is nem tűrhetjük tovább, hogy a katonák erőszakos viselkedése a polgárok becsületébe csak úgy beletiporjanak. Miért? Mondja, megőrült maga? Bocsánatot kérek, olyan szépen szólnok volt. Nem érdekel. De kérem. Mondja, kérem. Hány százalékkal emelkedett tavaly óta a törvénytelen gyerekek száma? Hát a százalékot azt nem tudom kiszámítani, de a tavaly 9, az idén 9. Hallatlan, hát ez disznóság. Nem természetes dolog. Nem magáról van szó. Úgy látszik, hogy a kaszárnyában Szodoma és Gomorra köveit rakták le. Miért? Mondja, kérem, Szabolcs úr, ha magát ez ennyire nem érdekli, én esküszöm, hogy kirúgom. Na végre, csak úgy felébredtél. Felébredtem? Hát már vagy két óráért beszélgetek a Szabolcs úrral. Ez így igaz? Tudtad, hogy az Erzsi hazajött? Nem mond, tényleg? Na hát ennek igazán örülök. És mondd, kérlek, fogyott valamit? Hát, valamit. Sokat? 4 kilót. De azért különben jól néz ki. Itt van a szomszéd szobában, behívom, várt. Erzsi, jöjjön be! Jó napot, polgármester úr! Jó napot, Erzsi! Majd aztán jöjjön ki a konyhába. Igenis. Na látja, Szabolcs úr? Ha maga egy tisztességes lányt akar látni, akkor itt van. Erzsi kisasszony. Elhiszem, mellette sem unatkoznék. És emellett milyen gyönyörű szép gyereke van. Erzsi kisasszony! Tegnap jelentette be a hivatalba. Tűnjön a szemem előtt! Jöjjön vissza! Ki az apja? Nem tudom, polgármester úr. Nem tudja? Nem tudom. A tetszik tudni, az úgy volt, hogy mikor a falunapi ünnepély volt, egy katona bemászott a nyitott ablakon. Nem érdekel. Mondja, nem maradt valami azután a katona után? Dehogy nem. Na, micsoda? Hát a gyerek! A gyereken kívül nem hagyott valamit ott az a katona? Hát dehogy nem. Na, mi? Hát a fütyülőjét. Na ezért az őrnagy úr fizetni fog. És az egész zászlóvajnak és az egész hadseregnek tartásdíjat fog kellene fizetni. Nem hagyom annyiba a dolgot. Ki fogom nyomoztatni, ki volt a tettes? Éljen! Üljön le, Szabolcs úr! Írja, kérem. Igen, tisztelt őrnagy úr! Az ön tisztelt zászlóvajának egy tagja. A bevonulás éjjelén. A szakácsnőnek a szobájában. Felejtette. Az itt mellékelt fütyülőt. Melynek következtében? Múlt héten a gyerek megszületett. Hallatlan, hát ez a kesztyű már megint itt. Kesztyű megint itt van. Ne írja, értse meg, ezt nem kell írni. Jó, meg. Jelentő valahasa, beléptem a szobába. Nem mondja, azt hittem, hogy berepült. Nem kérem, én az ajtón jöttem be. És miért, ha szabadna megkérdeznem? Jelentő valahasa? Ne jelentsen. Azt mondja meg, hogy miért jött. Azért, mert ültek. Miért? Ám, hogy zongorázzon nekem itt? Hát zongorázni azt nem tudok, csak szájhelyen kommunikázni. Kíváncsi rá? Nem vagyok rá kíváncsi, csak azt mondja meg, hogy miért jött. Különben meg mit kérdezem én itt magát? Tessék, itt a kesztyű. Nagyon szépen köszönöm. Pontja? Mire várnék? Válaszol. Milyen válaszol? A kesztyű. Akarom mondani a levélre. Miféle levélre? Hát amit az előre nagyon küldött. Kinek adta maga oda azt a levelet? Ha senkinek, itt van zsadán. Ja, hogy akkor nem akarnak arra választ.
Pont jókor kérje az őrnagy úr, hogy hetente egyszer engedjem át a fürdőt a katonáknak. Megengedi nekik a polgármester? Szó sincs róla. Nagyon megy. Van nekünk elég dolgunk, nem éljük rá a fürdőt. Na mondja meg az őrnagy úrnak, hogy addig, ameddig ki nem derítem, hogy ki annak a gyereknek az apja. Milyen gyerek? Annak a gyereknek, akivel a katonaság tisztelte meg a házamat, de különben is miközben van. Álljon csak maga egy szóra. Kinek a gyermeke? Nyugodtan lehet, azt is hamarosan ki fogom deríteni. Na, maga addig várjon az előszobába. Gyerünk Szabolcs úr, mehetünk. Senki sincs itt, jöjjön nyugodtan. És tényleg nincs senki. Jöjjön, csak jöjjön. Hogy itt állunk, úgy érzem magam, mintha egy gyönyörű szép világos kertben állnék. De sajnos csak kívül állunk rajta. Hogy mondhat ilyet, Pista? Az én szívem nyitva áll maga előtt, csak maga fél belépni a kertbe. Gyere, hagyd galambom egy csókot. Ha ma meg erőd, mit keres itt fenn? A fürdés miatt vagyok itt. Maga itt akar fürödni? Nem kérem. Hát akkor meg is jól fürödni. Örülök, nem kell fürödni. Na nem mondja, azért jött ide, mert itt akar fürödni. Nem én, hanem a legénység. És nem itt, hanem a városi fürdőjében. Hát beszéltem a polgármester úrral. Na nem mondja. Hát mondom. Mondja, hogy hívják magát? Jani vagyok a hegyről. Mondja, Jani, maga itt látod valamit? Hát nem sokat, mert a kisasszony eltakarta az arcát. Nézze, fiam, maga itt nem látod semmit. Hát azért valami is két csak láttam. Nézze, ha magának azt mondják, hogy nem látod semmit, pláne a főnöke mondja, akkor maga nem látod semmit. Megértette? Nem láttam semmit, Magdalú. Rendben, maga holnaptól altiszti rangban van nálam. Meg, rendben lesz? Hát nincs rendben. Miért? Hát mert az öreg mindent tud. Mit tud az öreg? Hát a gyermeket. Milyen gyermeket? Hát ezért... Csak azt nem tudja, hogy a hadnagyúr a gyermek apja. Micsoda, hogy én az apja? Zárikám, esküszöm, fogalmam sincs semmilyen gyerekről. Miket hall, kell nekem itt hallanom? Hát, lehet jobbat volna, szólok egy szavuk semmi. Ez borzasztó. Ez borzasztó. Hagyjon engem csak békén. Tessék itt a levélvért az őrnagyúrnak. Hát, hadnagyúr, ezt nem gondoltam volna. Hadnagy úr, legyen nyugodt! Én nem szólok senkinek egy szót sem! Baszok a gyermek el nem árulja! Hadnagy úr, akkor én azt a gyermeket magamra vállalom! Szervusz, Jani! Szervusz! Hát te mit csinálsz itt? Hát, polgármester úrhoz jött. És te mit csinálsz? Nekem egy ismerősöm van itt a szakácsnél. Ismered? Igen, mérges rá. Beszéltél vele? Beszéltél. És nem üzen nekem valamit? Hát a katonáknak üzent volna inkább. Kár. Na mindegy, átvek Norbihoz cigéjét. Hozz valamit, egy kis csomagot. Azt én adod nekem, jó? Miféle csomagot? Egy kis elemozsit. Mi között van neked hozzá? Na én megyek. A lényeg, hogy átveszed a csomagot, és majd én adod nekem, jó? Ja. Jó napot! Jó napot! Maga még itt van? Hát magát vártam. Engem bizony, ne várjon! Hát a csomagért jöttem. Miféle csomag? Hát amit az őrnagyúrnak küldött. Hát azt gondolja, hogy még etetni is fogom magát? Nem nekem kell, a Károlynak kell, csak én kell elvigyem. Nem ismerek én semmiféle Károlyt. Mi van abban a kosárban? Mi köze hozzája? Na Isten áldja! Isten áldja! Isten áldja! Megvan-e terítve?
Igenis, három személyre. Csak figyelmeztetem, mert ha valamit nem jól csinál, visszaküldöm az ezredbe. Megértette? Nekem egy olyan tisztlegényre van szükségem, aki még a gondolatomat is kitalálja. Hát, az vagyunk. Én egyszer a cirkuszban ismertem egy olyan embert, akire minden embernek a gondolatát is kitalálta. Engem az nem érdekel. Ha a kisasszonyok csengetnek, azonnal nyisson ajtót. Hát, pedig nagyon érdekes történet volt. Értse meg, nem érdekel. Barátom, elrejtette a doboz gyufát. Azt meg megtaláltam. Ha elmeri mondani, nagyon megjárja. Hát, pedig nagyon érdekes történet volt. Jó napot! Hát maga mindenütt ott van! Hát igen! Itt vagyok a hadnagyónál alkalmazva. Mit? Hát mint titkár. Titkár! És mennyi a fizetése? Hát először úgy volt, hogy nem kapok semmit. És? És úgy is van. És ezért még cipőt is pucol? Igen, de csak ritkán, naponta egyszer, de csizmát azt sose. Hallgasson ide, titkár úr! Mondja meg az ő a hadnagy úrnak, hogy a kisasszony és a nagyságos asszony csak fél óra múlva jönnek. Ide jönnek? Igen, mert nagyon kíváncsiak a hadnagy úr híres kávéjára. Én is szokám kávék főzni önnek. Nem mondja. Nagyon finom kávé lehet, ha ide jönnek. Hát megmondom a hadnagyúrnak a üzenetet. Na, Isten áldja! Hová siet? Ne beszélgessünk még! Én? Katonával? Soha! Mondja! Miért haragszik meg úrja katonákkal? Csináltok az a magának valamit? Nekem! Nekem semmit, mert én szóba sem állok elő. De tudja, van egy barátom, az a szegény. Egy nyári éjszaka nyitva hagyta az ablakot. És a fene egye meg. Hát nem beugrott rajta egy katonát. Rámászott! Rámászott? Rábizom. Aztán egyszerű volt a gyerek. Á, a gyerek. Az is bemászott. Ó, de hogy mászott. Megszületett. Hát kérem, az ablakot mindig be kell csukni. Hát igen, de nyár volt és meleg. Az mindegy. Az ablakot mindig csukva kell tartani. Na bolond maga, Isten áldja meg. Elkísérem a engedést. Hát, én katonával nem engedem magam még kísérelni. Hát akkor maradok. Na, azért a sarok így csak kell kísérvednem, de... Jaj, de drága! Jani! Jani! Menjen a konyhába! Hát Csókor, akkor hogy kerülsz te ide? Hát, nekem itt volt dolgom ezen a helyen. Hallottam, hogy így halt. Gondoltam, meglátogatnak, mint a régi jó barát. Hát igazán kedves tőled. Nézd, Gina, te okos lány vagy. Úgy néz ki, hogy udvarolok egy lánynak. Majdnem a mennyasszonyom. Hogy halt? Na hát, őszinte részvétem lennek a lánynak. Látod én milyen hűtlen vagy? Ha telefonáltál volna, akkor én most nem jövök ide. Igazán mondhattad volna. Na, szervusz, Pista. De azért, ha gyere fel hozzám a kastélyba, a dombra. Szeretnék tanulni magyar. Tökéletesen akarom tudni magyar. Na mindenütt, ezek már itt vannak. Menj be gyorsan a legény szobába. És ha oda is be. Rejtőzz a szekrénybe, menj már, menj! Jó, de nem a sok ez a szekrénybe. Menj már, menj! Kezét csókolom. Szóval itt látható az a híres kávé. Nem látható, hanem kóstolható is, de hol a mama? Kint a kertben megállt csodálni a maga rózsáit. Tudja, milyen a mama. Ha egyszer meglát egy rózsabokrot, nem lehet onnan elrángatni. Na de remélem, négy főre is jut kávé. Kávé? Négy főre, ha úgyhogy. De a váratlan vendégről is van szó, a papa is eljön. Hát ez igazán kedves tőle. Ugyanis az öreg nem akarta, hogy én is eljöjjek, legalábbis egyedül. Azt mondta, hogy nem illik egy hölgynek egy legény lakására jönni. Úgyhogy azzal a feltételen elengedett, ha ő is eljön. Hát igazán rendes. Addig is te menj be a konyhába, hogy nagyon tudok. Jó. Hogy az a... Mondja maga, hol volt ez? Hadnagyónak állatosan jelentem, hogy a polgármester kisasszony üzenteti, hogy csak egy fejlalóról. Komolyan? Komolyan? Mit szól hozzá a kisasszony, mert ott van a bent a konyhába? Igazán? Már itt van? Hogy telik az ide? Nézd a fiam! Ott abban a legény szobában van egy hölgy.
Mit kell az ott egy hölgy? Hozzám jött a vendégem, és a polgármester úr is mindjárt itt lesz. És nem szeretnék, hogy megtudná, hogy az ott van. Akkor viszont. Ha kijön, maga azt fogja mondani, hogy magához jött. Miért jött volna hozzám egy hölgy, Hanna? Hát miért kell sakkozni? Hanna Gyulnak alatt a hogy nem is tudok sakkozni. Mondja maga, hülye! Nem kérem, cipő felső rész tisztítau. Sakkozni azt nem tudok. Ha kijön, azt mondja, hogy magához jött és punktum. Hát, ha nem akkor domina úgy játszani, szavakba se állok vele. Én nem akarom, hogy a polgármester kisasszony megtudja, hogy az a hölgy hozzám jött. Miért? Ha miért? Ha maga nem tud gondolkodni? Aha, a sok miatt. Ugyan, nem a sakról van itt szó. Az? Mindegy, ezt maga nem fogja sosem megérteni. Akkor hagyjuk. Az a fontos, hogy az a kisasszony onnan nem jött ki. Aha, értem már. Nem akar, hogy a polgármester kisasszony megtudja, hogy az a hölgy magához jött. Hát tudod, értek én mindent, hadd nagyó. Tessék rám bízni. Na látja. Hát miért nem ezzel kezdte? Akkor sem fogom kiengedni, hogy a dominózni akar. Hadd nagyó! Hol van a hölgy? Ki a mindenit? Ha vagy maszka? Menjél ott a szobába! Semmi kérem, pakol és megy! Kérem! Csak azt mondanám, hogy mit akarok a sakkal, mikor én olyan mat vagyok! Kérem szépen, minden megmagyarázott. Tulajdonképpen ez úgy történt, hogy
Hadd nagyon kérem, itt minden magyarázat felesleges. Papa, legalább hallgassuk meg, hogy mit akar mondani. Nem? Apádnak igaza van. Aki egy ilyen közveszélyes őrültet tart a házában, az nem érdemli meg, hogy meghallgassuk. Gyere! Az nagyon, ha maga örülhet. Szerintem van egy másik nevű. Csak kéne mindenki fizetne, egy cseppet találjuk. Hát akarodja mindenki fele. Jó napot, hadnagy úr! Intézkedett? Igen, őrnagy úr, 11 órára kihallgatást rendeltem a kaszárnyában. Nagyon helyes. Hallatlan itt az a polgármester művel. Folyamatosan küldözgeti nekem a leveleket. Hát mi vagyok én? Házasságkerítő? Hát ki hallott még ilyet? Még egy levél, aztán be fogom szüntetni teljesen a katonaság érintkezését a civilekkel. Jöjj ide az a nő, döntse el, hogy ki a gyerek apja. Különben én úgy értem, rendeltek el. De azért, mégis, mindenki azt csinál, amit akar, igaz? Így van. Az őrnagy urat találzatosan figyelmeztetném, hogy a katonaság mulatságra készül. Mulatságra miféle ér? Ha valamilyen bárra. Micsoda? Bárra? Hát, végül is, menjenek, ha akarnak, mindenki azt csinál, amit akar. Igaz? Így van. Nagyon helyes, a bál éjszakájára elrendelek egy éjjeli gyakorlatot, és punktum. Mindez egy szakásnő miatt, Károly, ezért magát teszem felelőssé. Hadd a gyónak, alázatosan jelentem, hogy én nem is ismerek semmiféle szakásnőt. Nem úgy, magának kell kiderítni, ki a gyerek apja. Az nehéz lesz, hát mindent tagadja. Azt majd meglássuk. Hát te mit csináltál? Te vásároltam. Nem? Hadd nagy úrnál mit csináltál? Semmit, boldog voltam. Miért rúgott ki a hadd nagy úr ember? Ja, emiatt. Mi ez? Csaptálok, most vettem. Emiatt rúgott ki a hadd nagy úr? Igen, mert nem tudtam sakkozni. De most már megtanultam. A hadd nagy úrra kellett volna sakkozni? Nem. Hanem? A polgármester nevében. Hallottak már ilyet? Ha? Én is odaállítottam. Honnan szerezek most, hogy olyan döntöm meg sakkozni is tud? És tovább se vállalta, meg a szekrénybe volt. Polgármester asszony? Nem, másik asszony. Szekrénybe volt és el volt ájulva. Na ki volt el ájulva? Hát mit tudom én? Most mondod, hogy ott volt egy nő a szekrénybe és el volt ájulva? Hát igen, de nem tudom, hogy kicsoda. Most láttam még az életemben. Mondd, te hülye vagy? Nem. Cipő felső rész, tisztít, ahol. De sakkozni azt nem tudok. Ez állod. Azt mondod, hogy tudom sakkozni. Hagyj békén azon a sakkal, mert esküszöm, a fejedbe húzom. Mi a baj, mindenkinek ebben a sakkal? Te, mi vagy olyan mérdés? Nem tudod, hogy a második szakasz kihallgatása van rendelve. És az egészért persze engem tesz felelőssé a hadnagy. Na és? Na és? Bejön az asszony, és megismer, hogy én voltam a Zappa. Ugyan már ne hülyéskedj, hiszen bajuszt is levesztettél. Az a bajusz csak messzire látszik, a közelről meg fog ismerni. Te tudom. Azt fogom mondani, hogy beteg lett volna. Hát akkor téged becsukhat. Na ez az, aki be van zárva, az nem megy kihallgatásra. Azt inkább hűsz, mint hogy vállal az apaságot? Hát inkább. Úgy látszik, késik a kisasszony. Két perc múlva, hogyha nem jön meg, vége a kihallgatás. Jelentem én a kisasszony. Jó napot kívánok, kisasszony, kezét csokolom. Most előállítottam a katonákat. Nézze meg, ha bármelyiket felismeri közülük. Megtaláljuk, akit keres? Nem találtam meg őrnagyot. Nem találtam? Várjon csak, kisasszony! Van egy másik ötlete.
Fiúk! Itt egy tisztességes hölgy becsületéről van szó. Aki a gyerek apja, az most lépjen előre. Maga volt? Hát ideje. Körülbelül én voltam. Hát mi az, hogy körülbelül? Én voltam. Na, kisasszony, megtaláltuk. Én voltam. Miért nem jelentkezett eddig? Hát mert most jutott eszembe. Ez derék dolog. Kisasszony, tessék. Nem találtuk meg, nem ő volt. Nem is, nem maga volt? Nem én voltam. Nem maga Nem ő volt? Nem. Nos hát kisasszony, én ettől többet nem tehetek. Kérem, mondja meg a polgármester úrnak is, hogy én itt ezzel befejeztem. Igazán szép volt magától, lovagias volt. Miért nem vállalhat, hogy én vagyok a gyerek apja? Hát azért, mert nem magad. Hát nem mindegy. Hogy szerettem volna vállalni? Szép. Az ilyenek már úgy is megvan. Hát én meg szeretem a gyerekeket. Hát azt lehet is, mert olyan aranyos. Hozzám mennék feleségül. Hozzám jön a feleségül, hogyha én volnék az apja? Hát igen, azt mondta a polgármester, hogy a becsület kedvéért hozzá kell mennem. Akármi is a foglalkozása? Hát azt látom, hogy maga katona, csak azt nem tudom, hogy milyen rangban van. Cafrangok. Hol van maga? Ma Isten állja meg. Hát jó, tovási. Hát szeretnék adni magának holnap egy hangjelőt. Igen? Tud jól fogunk találkozni? Hol? Hát a bárba. Ember? Ember. Betudomásul, hogy nem fog itt maradni. Tudomásul van véve. Uzsonnázhatsz az őrnaggyal egyedül. Még mindig kellemesebb társaság, mintha veled uzsonnáznék. Úgy! Úgy! Szóval járuljak elé, mint Panossa király a pár felé. Az nem Panossa, nem Panossa nem egy király, hanem egy város. Másodszorban betudomásul, hogy itt a te polgármesteri állásodról van szó. Lemondom inkább. Te lemondasz. De én polgármesternél akarok lenni, nem engedem, hogy lemond. És az őrnagy ki fog uzsonnázni? És az erkölcs? Miféle erkölcs? Szóval nekem tűnöm kell, hogy a katonák az egyszerű polgárok becsületébe csak úgy beletipórjanak. Drága férjecském, hagyd már azt a tiprást! Itt egy gyerek született és fasz. Úgy, szabad a katonáknak minden szabad. Honnan tudod, hogy katona fia? Honnan, honnan? Hát az Erzsi mondta. Ugyan, amit egy buta lány mond. Már ne haragudj, mégis csak hát az Erzsi csak tudja, tehát. És mi van, ha egy civil volt? Egy civil? Igen. Egy civil. Ez lehetséges volna? Már megbocsáss, drága, de én úgy tudom, hogy az ilyesmi civil körökben is elő szokott fordulni. Egy civil. Megjegyzem, az lehet. A civilis ember, és akkor tulajdonképpen nem is volna okom haragudni a zöldanyúra. Megjegyzem, alapjába véle, féle, elég kedves ember. Nagyságot az, hogy kérem, szerinthetek? Még ráér? Igenis. Tessék, mit akarsz? Bízd csak rám. Erzsi kisasszony, nézze, maga egy okos rá. Mit akarsz? Hagyd már, bízd már rá. Nem bízom rá. Erzsi kisasszony, de nem tudom, hogy mindent eljön egyszer, hogy tudja. Mit akarsz? Bízd rám, meg akarom kérdezni tőle, hogy... Te csak ne kérdezz semmit, fiacskám. Hagyd rám a dolgokat. Te már így is elég nagy bajt csináltál. Béla! Vedd tudomásul, ha bevágod az ajtót, meglátod, mi történik? Mi történik? Na majd meglátod! Nagyon félek a te fenyegetőzéseidtől.
Elmehet. Nagyságos asszony, a Szabolcs úr van itt a hivataltól. Ja, igen, a Szabi. A nagyságos asszonyjal szeretne beszélni. Igen, tudom, kísérje be. Igen is. Szabolcs úr, legyen szíves. És ezért csokkolom, a nagyságos asszony hivatott. Igen, kérem, foglaljon. Köszönöm szépen. Mondja Szabolcs úr, ugye maga nőtlen? Sajnos. És mit szól a mi szakács nőhez, az Erzséhez? Hát nagyon csinos lány, csak úgy tudom, hogy már van gyereke. Hát van ám egy kis pénze is. Hát manapság a gyerek már nem is olyan nagy dolog. És ha tudná, hogy milyen nagyszerűen főz az Erzsé? Hát de az másokkal is előfordulám. Mi? Hogy jól főz? Nem, hanem hogy gyereke van. Az egyik kollégám is elvett egy lány, neki is volt. Na, jöjjön, majd kint megbeszéljük a dolgokat. A polgármester nem keresi az úr? Dehogy is. Ha-de. Hát az egy nagyon löpülötted a sorokra fűszereshez. Hozzak valamit. Hát gondoltam, benézek magához. Minek? Hát, olyan régi tudtam magára beszélgetni. És miért akart velem beszélgetni? Hát, meg akartam kérdezni, a kaszanyában miért nem vállalta, hogy én vagyok egy ilyen kapni. Hát azért, mert nem maga az. Úgy szerettem volna vállalni. Hát ez igazán nagyon szép magától, de most menjen, mert itt van az egész ház. Igen? Hoztam ám valamit. Mit? Hát, egy kis csomagot. Nekem ne hozzon semmiféle csomagot. Hát... Tulajdonképpen nem is magának hoztam. Ha nem. Hát a gyereknek. A gyereknek? Milyen kedves ember? Hát az ember megteti, amit megteszi, amit megtehet. Egy korcsolyát hozott a gyereknek. Kérem, ez nagyon jó már. De hiszen a gyerek még csak 6-7-es. Hát nem is most arra hoztam. Ha nem. Hát majd jövő télen. De még jövő télen is kicsi lesz a gyerek. Hát, én nem tettek arra, hogy mondjam, lassan nem volt ilyen. Hát ez mégis igazán csak nagy merészség volt, és itt van az egész ház. Hát nem kell félni, hoztam levelet. Kitől? Az őröd úrtól. A polgármester úrban? Persze, ilyet ezt úgy szükséges, hogy na és? Hát, hogyha bejön a polgi, akkor belálmázom, adom majd neki. Hát azt a fűszeresnek küldték. Az mindegy. Majd visszaadjátok. Hát, hol a maga komolyan? Isten áldja! Akármilyen hivatalos ügyben jött, és várjuk kint az előszobában. Mit akarnak majd? Jelentem a lassan? Ne jelentsen, azt mondja nem, hogy ide van. De nézze, levelet hoztam. Levelet? Nekem? Kitől? Hát az őrnagy úrtól. Őrnagy úrtól. Levelet? Nekem? Hű, mi lesz ebből? Mondta már ennek a katonának, hogy várjon az előszobában. Miért várjon az előszobában? És egyébként is hogy beszél maga ezzel az úrral? Igen, kérem. Mindig olyan goromba velem. Vegye tudomásul, nekem mindig nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogyha egy katona átszékta a küszöbömet. Aha, na akkor. Tessék! Nem szóltam semmi. Nézze, vitéz úr. Nem akar inni egy jós napszot. Köszönöm. Napszot nem iszom. Kár. Nem kell olyan hamar lemondani. Kávét azt iszom. Nézze, Erzsé, vigye ki a vitéz urat a konyhába és kínálja meg egy finom csésze kávéval. Igen is. Na jöjjön! Miben vissza a kávét, vitéz úr? Élj vele! Két kiló kávé, 10 doboz szardini a paradicsomba. Hát én így írja. Állom, az őrnagy levelet küldött. Igen. És mit írt? Mit írt? Tessék, itt van, olvasd el.
Küldjen 5 kiló kocka cukrot, 10 doboz szardinát paradicsomban, 1 kiló sonkát, 1/2 kiló teát, 2 kiló kávét, de jót, mert abban az utcában nem teszem be a lábam többé. És 10 üveg 3 csillagos fogyatot. Várfalusi őrnagy. Mi ez? Nem értem. Nem érted? Nem érted. Hadi sarc. Hadi sarc. Igen, békefeltételek. Csak akkor hajlandó békülni, ha elküldjük neki a zsákmányt. Hát még ilyet nem is hallottam. Igen, a színfelben, olyan pirányzáltál. Hogy egy ilyen finom úriember... Ugyan kérlek, te nem ismered ezeket? Ezek úgy ditálnak nekünk, mint Hannibal Moszkva kapujára. Drága, az nem Hannibal volt, hanem Napóleon. Ugyan kérlek, ezeket az angolokat olyan könnyen összetéveztem. Hányire, hogyan is? Miért? Tehát küldeni akarsz neki? Hát persze. Hát egy ilyen csekélységen nem fog múlni a dolog, megyek és bepakolom neki a dolgokat. Még ilyet nem is hallottam. És társaságban milyen kellemes úriember! Várjak még, polgármester! Jaj, bocsássa meg Szabolcs úr! Ugyanis valami hadisarcról van szó. Milyen hadisarc? Magyarázkodok én meg annak. Na, figyelj ide! Akkor hajlandó elvállalni, hogy legyen a gyerek apja? Hát, ha nekem vágysz, én elvállalom. Na te! Holnap felmegyen az őrnagy úrhoz, megopog nála, jelentkezik nála, hogy beléptem a szobába, meg ilyesmi. Igen, és bejelentem, hogy én vagyok a kislánya. Kislány? Hát az nem kislány! Ha nem, akkor... Hát gondolkozzon már egy kicsit! Jaj, bocsánat, el is felejtettem. Ha nem kislány, akkor csak fiú. Így van. Na, most pedig menjen, és akkor holnap jelentkezzen az őrnagyunknál. Igen, és jó napot kívánok! Jó napot, minden jó, Szabolcs úr is! Hát, meg vagyunk! Az én nagy úr nagyon meg lesz elégedve. Úgy, az én nagy úr nagyon meg lesz elégedve. Na mondja meg az őrnagy úrnak! Mondja meg az őrnagy úrnak, hogy szívélyes üdvözletünket küld. Paradicsomos szardiniánk nem volt, de küldtem helyette finom olajosat. A levélben paradicsomos volt írva? Hát igen. Én ezt el sem viszem. Hát honnan megyek én paradicsomos szardiniát? Béla, hallgass! Majd legközelebb beszerezzük és küldjük az őrnagyúrnak. Most küldünk az őrnagyúrnak. Béla, hallgass! Béla, hallgass! Tessék! Figyelj el! Kérem, nálam az ki van számolva? Engem azért fejből ülnek. De vigyelj el! Engem azért fejből ülnek. Hát de vigyelj el! Nem kérem. Engem ezért főben élnek. Vigye már el! Ne legyél már olyan erőszakos! Ha nem akar elvinni, akkor nem viszi el. Mibe kerül az egész? Semmibe. Mit fizetek ezekre a dolgokért? Semmi. Ingyen adjuk az egészet. Akkor melyik csak elviszem? Nem is baj, a fejbe lövök. Azt mondta, hogy fölbe lövik. Hát, ennyi van, mégis elviszem. Jó van, kedves, ha esetleg szeretnél a szekrényt is elvinni, nagyon szívesen. Hát, ez a szekrény... Ez nekem nehéz. Ó, hát hívjon még embert, hát vannak ott éppen a meg. Ez két embernek is nehéz. Akkor hívjon majd 5-6-ot, hát vannak ott éppen elegen a kaszárnyában. Na, jó napot! Igazán nem kell semmit fizessek ezek a dolgokat? Nem kérem, nem kell fizetni semmit. Akkor minden hónap is jövök vásárolni. Nagyságos asszony, itt van az őrnagy úr.
Az őrnagy úr? Igen. Az nem lehet. Az nem lehet, hiszen még meg sem kapta a dolgokat. Ugyan kérlek, hát ezek előre megérzik, hogy sikerült a dolg vagy sem. Talán nem az őr vagy, de hiszen ismered nagyságban az, hogy amúgykor bemutatkozott nekem a kaszárnyában. Azt mondta, hogy tetszik tudni kisasszony, ha úgy gondolja, akkor menjen és nézze meg, válaszol. Nem érdekel! Igen. Vezesse be az őrnagy urat, és aztán rögtön terítsen Johnnához. Igen. De tetszik tudni, azt mondta nekem az őrnagy úr, hogy ne beszéljen olyan sokat, menjen, vezesse be a nagyságos urat. Igenis. Olyan szépen mondani, kedvesem. Na majd megmondom én az őrnagyúrnak a véleményemet. Nagyon helyes, fiam. De most menj át a másik szobába. Hát a saját házamban csak maradhatok tán. Hát a másik szoba is a saját lakásod. Csak menj nyugodtan. Hát ez haladna. Kezdjük csókolom, nagyságos asszony. Remélem, hogy nem késtem. Igen, foglaljon helyet. Már azt hittem, hogy nem is jön el. Kérem, ki tudna ellenállni az ön híres kávéján? Ugyan, az egy híres kávé. Hát igen, egy asszony felett eljár az idő. Csak a kávé az, amivel magához tudja édesgetni a katonákat. De kérem, hát egy kávé nélkül is mindig szívesen jövök önhöz. Bezzeg az én szakácsnőmnek, az Erzsinek. Nincs szüksége jó kávéra ahhoz, hogy ide csalogassa a katonákat. Hát igen, elég takaros kis teremtés. De hát tudja, hogy nem is a katonáról van szó. Ha nem? Hát a gólya volt. Ja, hát ezt mindjárt gondoltam volna. Nem úgy értem, egy civil, gólyának hívják. Ja, hogy egy civil? Igen. Érdekes. Hát de amiről beszélni szerettem volna önnel, a kettőnek nincs köze egymáshoz, mégis úgy gondoltam, hogy a gyakorlatot, amit az őrnagy úr a bál éjjelére szervezett, nem lehetne elhalasztani. Úgy értem, hogy ott van szeretni a katonaság is részt venni a bálon. Igen, hát mi is ott leszünk, én is, és különben is az urat úgy szereti a katonaságot. Hát meglátjuk, hogy mit tehetek. Mindenképp megpróbálok az önök érdekében. És volna még egy kérdésem, majd úgy. Parancsoljon. Ugyan nem fog rám haragudni. Ugyan már miért? Hát a parancsom miatt. Á, de... Higgy el, az olajos sokkal egészségesebb. Miről is beszélünk? Hát a Szardíniáról. Ah, vagy úr? Igen, egyébként elküldtem mindent. Kinek? Hát önnek. Ah, vagy úr? És csak a pár. Igen. Mit tetszett nekem elküldeni? Hát a csomagot. Há, vagy úr! Egy-kettőt! Lépjél a csomag! Viszik a szekrényt! Na, most elég lenne rögtön! Mit csinálnak itt? Tehát mondom, értem a szekrényt! Érnagy úr, kérem! A csomagot nagyon szívesen elküldtük, de hogy most már ezt a szekrényt is el akarják vinni? Haga mondta! Hát én ezt most már tényleg nem fogom adni! Mit akar az a katon? Mit csinálnak itt maguk? Miféle csomagot? Miről beszélnek itt egyáltalán? Tessék, itt a levél, őrnagy úr! Levél? Hát én ezt a fűszeresnek küldtem! Jani maga a barom! Hát hol vitte ezt a levelet? Ez igazán nagyon szép, de hol lesz a pár? A civilek részére a kultúrban, a katonaság részére a kastélyban. És az előadás hol lesz? Itt a kultúrban. Na, kíváncsi vagyok, milyen színészeket nevelt a katonáiból. Legyünk szokáig. Legyen nyugodt állikálni, katonának mindent is tisztelt. Még játszanak is? Hát persze. És ha nincs tehetsége valaki? Tehetsége? Az csak van, mert parancsolom. Fajkos.
egy katonáról fognak. Egy katonának azt mondom, legyen jó, próbáljon meg nem úgy lenni, mert olyan belerogok, hogy meg sem volt. Mondja, ha az őrnagy nem békülni a mamával, s nem engedi el a katonákat az estére, akkor mi lesz a maga előadásával? De kibékültek, és ez a fontos. Tudja, mit várjál? Béküljünk ki mi is. De hát mi nem is vagyunk összeveszve. Mádor, maga egy civil, én egy katona. Egy katonának mindig engedelmes kérdének kell. Nekünk okvetetlenül ki kell békülni. De Pista maga, mit csinál? Mi nem vagyunk haragban. Az nem számít, mi kell béküljünk. Tudja, béküljünk még egyszer. Mondja! Van kedve oda bennem szólni? Csak magával, és mit fogunk táncolni? Csárdás, keringő. A maga egy nő! De hogy kérem, én egy katona vagyok csak. Egy nőt játszok egy darabban. És úgy akar fellépni bajusszal, mint egy fiatal nő? Hát igen. Na, el kell tőle várni. De kérem, ez saját. Nem érdekel levárni. Igen. Ha nagyon alázatosan jelentem, hogy a darabból egy rész ki fog maradni. Milyen rész? Hát a duett vagy hogy hívják, amikor ketten énekelnek. Az lehetetlen az a legjobb. Kanadai beteg. Ki az a kanadai? Hát aki a férfit játssza a duettbe. Az nem létezik. Ezek csak szimulálnak. Ki tudná játszani a kanadai helyet a másik szemére? Hát a Jani, ott a pró. Gerincs elő nekem azt a szemére. Igen. Hallottak már egy ilyet? Jó, hogy nem nyerít az a szakára, de én kívánom. De hol van a Jani? Sem volt a néző. Most pedig egy-kettő borotvált. Már rég borotváltam. Na, ha így fog fellépni, velem gyűlik meg a baja. Igen. Nos, polgármester úr, azt hiszem elég jól sikerült esték lesz. Hát itt van. Az egész falu, nem csak Otomány, még Szalacs is. Hát ha jobban megnézzük, itt az összes tanácsos, nem? 3 plusz 2, 3 plusz 1. A sarokból kül még az alpolgármester ura is. Erre megmondom az őszintén, még én sem számítottam. Hát azt elhiszem. Ha mindenütt olyan jól működne együtt a katonaság és a polgárság, mint a mi kis falunkban, tudja, ugyanis én egy bocsánatkéréssel tartozom önnek. Mert hát tudja, van az a sokat emlegetett gyerek. Na hát annak kiderült, hogy az apja... Egy civil. Ó, ön már tudja? Igen, a kedves felesége már mondta nekem. Felesége? Hát én nem is tudtam, hogy ő tudja. Hogyne, nekem már a tegnapom. Na hát ezek az asszonyok. Na de kérem, megyek és idekülődöm ön elé a tettes, hogy tudja, a katonaság nem védkes ebben a dologban. Ugyan felesleges. Teljesen. Nos, hát nem is mondta. Én is csodálkozom rajta, hogy hát még ilyen csodás hölgyek vannak itt ezen a kicsiny településen. Ja, ugyan már hova gondol maga? Azt hiszi, hogy én, hát végig. Kikezdenék egy faluban egy hölgyet? Ugyan kérem, hát az ilyesmi már előfordul máskor is. Gondolja? Ho-ho! Fiatal koromban! Na de mit beszélek én itt magával? Na, minden jót kívánok és viszontlátásra! Kellemes estét! Kisasszony! Mit csinál?
csinál maga ma este a bálon? Nem-e szeretne esetleg a bálon vagy a bál után egy kicsit beszélgetni vagy találkozni akár? Mondja maga, nem tudtok fogni? Én nagyon jól a balázosra mentem, nálam nincs ajtó. Akkor is, kapogni ilyenkor szokása is illik. Tanulja meg, kapogni kell. Nekem itt fontos dolgó van. Miféle fontos dolga? Jaj, na hát maguk itt együvén tartoznak, hát én azt nem is gondoltam volna egy ilyen gyönyörű nőnek, egy ilyen csúnya katonák. El is mentem, ez hihetetlen. Hova tetted a bajuszot? Hova, hova? A zsebembe. Ez nem igaz. Nincsen egy zsebed. Na, hova tetted? Ne borotváltam. Az egészen? Nem látom. Ha látom. Csak nála sosem lehet tudni, hogy mikor viccelsz, meg mikor mondod igazat. Meg jó, hogy jöttél. Különben az őrnagy úr egy percen belül biztos megcsókol. Ki csókol meg? Hát az őrnagy úr. Ki csókol meg? Hát engem. Na miért akarsz téged megcsókolni? Rokonom? Dehogy rokonom. Miért lenne rokonom az őrnagy úr? Hát akkor miért akar megcsókolni? Hát ne, leborotlátom a bajuszom. Úgy, de rögd neki! Adjuk! Kezdjük el a próbát! Na? Én nem lépek fel! Úgy döntöttem, hogy nem lépek fel! Na ide figyelj! A parancs az parancs! Katona vagy! Nézd meg engem, hogy nézek ki! Esküdtettél! Na gyere, kezdjük el! A szöveget már úgy is tudod! Gondolod? Gondolom! Na, fejezzük be! Maga egy ilyen úrhölgyet összetéveszt. Ki az a Károly? Hát a Károly egy katona. Hát úgy néz ki, mint egy Károly maga egy ilyen hölgyet összetéveszt egy katonával? Hát a Károly is egy nő. Mekkora hülyeség? Miért? Miért? Hát most ki! Hogy nekem az asszonya mennyi bajom van? Nekem annyi bajom van ezzel a katonával? Na de megyek őrnagy, hogy idehozom magának a tettest. Felesleges. Nem kérem, akarom látni, hogy ön is lássa, hogy a katonaság védlen ebben a dologban. Kérem, asszonyom! Na, igazítsa már meg magán ezt a nyakkendőt. Hogy áll magán ez a dolog? Én nagyon kérem, ez a férfi elém állt, és bevallotta, hogy ő a gyerek apja. Ő az? Megígérte, hogy elveszi a lány feleségül, így van? Igen. Nagyon dicsérem. Jöjjön, csak jöjjön! Azt hiszi, hogy nem ismerek, hogy magát? Hát mit képzel maga? De kérjen, hölgyem! Egy szót sem! Azt hiszi, elbújhat előle? Ön vagyok, megtaláltam a gyerek apját. Tudom, ő az. Dehogy is. Ön azt, ha mondom. Ez az. Ő a gyerek apja? Talán az anyja. Dehogy is. Az anyja. Én vagyok, az apja pedig ő, Károly a katona. Maga Károly? Katona? Igenis kérem. Hát ez hallatlan. Disznóság. Én meg majdnem... Maga, katon! Egy nevi szerepet játszok egy galambban, kérem. Hát, ez hihetetlen. Micsoda egy disznóság ez, kérem szépen.
Kisasszony, most már dönts el, hogy e közül a két férfi közül ki a gyereknek az apja. Hát, e közül a kettő közül ő az. Maga? Gondolj! Biztos. Hát, mi csak tudjuk. Hát meg sem csókolsz. Hát megcsókolhatom. Hát mire vársz? Hoztam ám valamit. Hanem. Te nagy nyuszi, hát a gyerek már nagy. Hát, nem is annak a gyermeknek hoztam. Hanem. Aki baj lesz? Nos, Károly, mivel jól játszotta a szerepét, kap két tiszteletávot. Köszönöm szépen, Örnagy úr. De ha már itt tartunk, én szeretném megkérni a Marcsi kezét. Remélem, hogy beleegyeznek. Polgármester úr, mivel a katonasság ilyen meghitt barátságba került a civilekkel, szeretném megkérni a lányát kezét. Béla, neki adjuk. Neki? Na ezt jól összehoztuk. Pezsgőt a polgármester fizeti, de mindenkinek... Helye!